Békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő áldott szent fiától, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Hallgassuk meg Isten hozzánk szóló szent igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyve 11. fejezetének az első 11 verséből, amelyet leülve is figyelemmel hallgassunk meg. A jelenések könyve 11. fejezetéből így szól hozzánk Isten igei üzenete. És adának nékem vesszőhöz hasonló nátszálat, és angyal áll vala mellém, és mondta: kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem érd, mert a pogányoknak adatott, és a szent város tapodják 42 hónapig. És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a két olajfa és két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket, és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat véré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És amikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttestük feküsznek ama nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Sodoma és Gomora Egyiptomnak hivattatik, ahol a mi Urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok, nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét 3,5 nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy a két próféta gyötörte a földnek lakosait. De 3,5 nap múlva életnek lelke adaték Istentől beléjük, lábaikra állanak, és nagy félelem esik azokra, akik őket nézik. Isten áldása kíséri az ő igéjének olvasását, szívünk befogadását és annak megtartását. Imádkozzunk! Hálás szívvel állunk meg a te szent nagyságod előtt, örökkévaló Isten, hogy megköszönjük, hogy befedezted életünket az éjszaka sötétjében. Köszönjük, hogy megőrizted a házainkat, és megőrizted az életünket. Áldott légy érte! És imádkozunk, Urunk, hogy így készíts fel bennünket azokra az időszakokra, amikor a természeti csapásokat is arra akarod felhasználni, hogy az emberek a bűn álmából felébredjenek, hozzád forduljanak, kegyelemért kiáltsanak. Urunk, te minden nyomorúságot arra használtál fel a történelem folyamán, hogy az emberiség megmeneküljön az örök nyomorúságtól, a kárhozattól. Légy érte áldott, hogy neked szavad van akkor is, amikor vihar van, amikor háború van, amikor zörögnek a fegyverek. Te az éhséget, a dökhalált is fel tudod használni arra, hogy lelkek meneküljenek meg, hogy a te karjaidban megtalálják az emberek azt a békességet, amely egyedül nálad található.
Köszönjük, Urunk, hogy a kereszt a világ középpontjában azért áll, hogy hirdesse, hogy földre küldted a te szeretetedet, és nem kívánod a bűnös ember halálát, hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. Urunk, mi avégre jöttünk ma reggel is színed elé, hogy hallasd velünk a te szavadat, ismertesd meg velünk a történelmet, mert a történelemnek is ura vagy, és azokat a csodákat, amelyek már a múlté, és azokat a csodákat, amelyek még várnak ránk, és készíts fel bennünket, hogy megtaláljuk azt a menedéket te benned, amelyről azt írtad a te igédben, hogy erős torony az Úrnak neve, és oda menekül az igaz. Így áld meg és szenteld meg ezt a csendet, mindnyájunk számára kérünk. Amen. Isten hozzánk szóló szent igéje írva található János apostolnak a mennyei jelenésekről írt könyve 11. fejezetének az első versében, amelyet leülve is figyelemmel hallgassunk meg. A megnevezett helyen ezt olvassuk. És adának nékem vesszőhöz hasonló nátszálat, és angyal állvala mellém és monda, kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. A jelenések könyve arról szóltam péntek este, hogy nem csak a jövőbe mutat, a végidők szörnyűségeire, hanem egy történelem könyv, amely visszapillantást enged a történelemben a múltba, és ezzel akarja erősíteni Isten az ő hívő népét, hogy a múltban is történtek szörnyűségek az Isten nélküli állapotban, az Isten nevének a gyűlöletében, és Isten mindig, minden időben különös gonddal viseltetett az ő népe iránt. Erről beszél a felolvasott alapige. János apostol kap egy parancsot az angyaltól, és azt mondja neki az angyal, vegyél egy mérőzsinórt, mérd meg a templomot, az oltárt, mert az oltáron keresztül lehetett bemenni a templomba, és azokat, akik a templomban imádkoznak. Különös hely a templom. Sok mindenre lehet használni a templomot. Csontváry egy magyar híres festő volt, a 19. század elején született, és az olasz festők felső körébe tartozott, nagyon híres munkája volt, festett egy képet, egy felemelt kezű Jézust, aki imádkozik, és ezen a képen jelen van egy templom, ahol mennek az emberek a templomba, jelen van a templom mellett egy közösség, akik tátott szájjal tiltakoznak az Isten ellen, ezek az ateisták, az Isten nélkül élő emberek. A templomkertben jelen vannak az oszlopok, és balkézre van egy szikla, Mózes áll egy kőtáblával, az Isten tíz parancsolatával.
És ennek a képnek az az üzenete, hogy sok mindenre lehet használni a templomot. Néhányan vászorognak be a templomba. A templomkertben ott állnak a bálványoszlopok, amelyről ír Gedeon történetében a Biblia, a nagy cserfa, amelyet istenként tiszteltek, oda jártak megkérdezni az Istent. Megfér a templomkertbe sok minden. Emlékezünk a halottainkra, emlékezünk a kopjafákra, sok mindenre emlékezünk, ami elveszi a figyelmünket arról az Istenről, aki a keresztet állította a világ középpontjába, noha sok templomban van kereszt is, feszület is. Testvérek, Mózes a kőtáblával áll, valahol távol, de a templomban már nincs a kőtábla. Már nem kell a törvényre figyelni, mert aki a törvényre figyel, azt megtámadják, és azt mondják, hogy ne legyetek törvényeskedők. Mintha a világ nem törvény szerint létezne. A viharos éjszaka után van napkelte. Ez nem törvény? Nem fáradt el a nap? Miért kell fel ma reggel a nap? Mert van egy isteni rend. Az isteni rendben van egy törvény, amit az égi testek, a szél, a vihar, a hó, a jégeső úgy töltenek be, hogy hallgatnak az Isten parancsoló szavára. A vihar nem jön magától, soha nem. Mérd meg a templomot. A templom az a hely, ahol lehetne találkozni az Istennel. A templom az a műhely, ahol meg lehetne vallani a bűneinket, és azt kéne az Istentől, hogy ezeket egyedül te tudod megbocsájtani. Ezektől itt szeretnék szabadulni, és a kereszt fényében megvallani Istennek, hogy hiszem és vallom, Uram, hogy te azért küldted Jézus Krisztust ebbe a világba, hogy az én kegyelmemet megkaphassam általa. Nem érdeme, kegyelem. A kegyelem egy ajándék, az Isten ajándéka. Ezt nem lehet megfizetni, ezt nem lehet kiimádkozni. Ezt adja az Isten ingyen. Nekem ingyen, mert Krisztus fizetett értem. Az imádkozókat az Isten soha nem felejti el. Mert Jézus Krisztus személyében nem csak a bűnből való szabadító érkezett a földre, hanem megtartója a bűnös világnak. A bűnös világból megtérteknek megtartó született. Amikor mérésről van szó a Bibliában, ez azt jelenti, hogy tulajdonba vétel. Amikor veszünk egy telket, akkor megmérjük a teleknek a szélességét és a hosszúságát, mert leellenőrizzük, hogy mi annyi földet veszünk meg, ami a papíron jelen van, vagy nem csapnak be, nem kevesebb a föld. Mérőzsinór. Istennek van mértékegysége. És a hívőkben leméri az imádkozókat. A templomban az imádkozókon kívül nagyon sokan jönnek. Szertartást gyakorolnak. Itt történik a keresztelő, jön a videós, ő a főszereplő, itt történik a házasságkötés, itt történik a hamis konfirmáció, emléklappal fényképet készítenek, és majd itt hirdetik ki, hogy valaki kilépett ebből a földi létből, és átlépte az örökké valóság kapuját. Erre is jó a templom. A templom pedig az imádok helye, ahol megtalálom azt a csendet, ahol egybe kapcsolódok az én teremtő Istenemmel, aki megváltót küldött értem, hogy innen készüljek az örök Isten tiszteletre, az örök templomába az Istennek. Mert a mennyország egy örök templom. Ott semmi mással nem fogunk foglalkozni, csak az Isten imádatával és az előtte való hódolattal. Arra az időre pedig itt kell készülni. A holnap a mának a fundamentumán van. Ahogy ma élek, úgy fogom folytatni holnap. Amit ma cselekszek, holnap fogom a gyümölcsét leszakítani. Mérd meg a templomot és a benne imádkozókat.
Aztán beszél a felolvasott ige a múltról. Említettem péntek este, hogy történelemkönyv is a Biblia, és visszatekint a múltba. És igazolja Isten az Efézusi levél bevezető verseit, hogy áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott bennünket a világ teremtetése előtt. Mikor lettünk kiválasztva? Krisztusban, a világ teremtetése előtt. Mert Krisztus a világ teremtetése előtt létezett. Ő nem karácsonytól létezik. Ő a teremtője a világnak. Ő az alfája az omegának, és omegája ennek a világnak. A kezdete és a vég. Krisztusban kiválasztott bennünket. És Krisztusban voltak előttünk kiválasztottak. És az egyik ilyen kiválasztott, azt mondja itt a felolvasott ige, amit a nem régen olvastunk, tegnap előtt volt napi ige. Két olajfa, két gyertyatartó, amelyek a Földnek Istene előtt állanak. Két ószövetségi prófétáról beszél a Biblia. Az egyik, akiről azt mondja a Biblia, hogy amikor parancsol, vérré változik a víz. Hol történt ez? Egyiptomban. Mózes volt az a prófétája az Istennek, akit ő elhívott a csipkebokornál, és azt mondja ennek a dadogó ajkú embernek, aki már lemondott magáról, neki már lejárt az ideje, 80 éves, és azt mondja, eredj el, és te fogod kihozni az én népemet. Igen, ám csak nincsen bizonyíték, hogy engem az Isten küldött. Nincs szentírás, nincs, amit a kezükbe adjak az embereknek, hogy megvan jövendőlve, hogy én leszek az az ember, aki majd vezetlek benneteket a pusztában. Ezért mit csinál az Isten? Dobd el a botodat. Kigyóvá változik. Azt mondja, ilyen csapásokat fogsz bemutatni, és meg fogod látni, hogy ez a nép meg fog hajolni előtted. A fáraó ellenáll, amikor kinyújtod a kezed, lesz jégeső, lesz sáskahad, lesz korom sötétség, véré változik a víz, előjönnek a békák, a tetvek, a bogarak, és majd az utolsó éjszaka, a szabadulás éjszakája, amikor a bárány vérével bekened az ajtófelet és a szemöldökfát, akkor jön az öldöklő angyal, és minden elsőszülöttet meg fog ölni Egyiptomban. Ez lesz a kulcs. Kinyílik az ajtó előttetek, és mehettek az ígéret földje felé. Mózes volt az az ember, aki az Istenre figyelt, aki mikor találkozott először az Istennel, tiltakozott afelől, hogy ő nehéz ajkú ember, nem vagyok alkalmas, nem vagyok bőbeszédő, ékesen szóló, nem baj, azt mondja az Isten, én veled leszek. A nép átkozta Mózest. Miért jöttél, Mózes? Már nem kapunk folyvát a vályogvetéshez, a téglavetéshez. Már gyakrabban csattan a korbács, Mózes bajt hoztál ránk. Nem hisznek Mózesnek. Az Isten prófétáinak nagyon kevesen hittek a történelem folyamán. Az emberiség népszerűségre vágyik. Az emberiség dicséretre vágyik. Az emberiség lájtos életet kíván, nem akar függeni teljesen az Istentől. Akik pedig függőségbe kerültek az Istennel, azoknak pedig az életük lett az Istenben. Az az élet, amely itt gyökerezik, amely gyümölcsöt terem, és az a gyümölcstermő élet viszi majd át a prófétát, az Isten népét, az imádkozókat, az Istenben hívő embereket az örökké valóságba. A másik ilyen prófétája az Istennek, Akháb idejében Illés.
Őről azt írja a Biblia, hogy tüzet fog lehozni az égből. Bálvány imádás van, Jézabel Akhábnak a felesége, bevezette a bálványimádást, 400 Baál papja és 450 Baál profétája van Jézabelnek. Mózes az egy szem képviselő, aki egyedül képviseli az Istent. És testvérek, az lenne itt most a kérdés, akiknek már Bibliájuk van, meg sok evangéliumi könyvet olvasunk, meg sok igehirdetést hallgatunk itt a templomban, meg majd az interneten, hogy amikor 850 ember profétál egyet, és van egy szál ember maga, aki pont az ellenkezőjét mondja, melyik oldalra billenne a mérleg nyelve? Kinek hinnénk, testvérek? Mert jönnek ilyen hangok, hogy tiszteletes úr, itt is a Bibliából beszélnek, meg ott is a Bibliából beszélnek. Én ezt úgy tudom megpróbálni, hogy az ördög is a Bibliából beszél. Mert az ördög jobban ismeri a Bibliát, mint mi. A pusztában Jézust a kísértéskor a Bibliával támadta, bibliai igékkel támadta. De mit beszélnek a Bibliából? Mi hangzik a Bibliából? A Biblia meg van hamisítva. A Biblia nagyon sok gyülekezetben, felekezetben át van írva, mert a Biblia kemény eledel. Azt lájtosítani kell, pépessé kell tenni, mint a bébi papit. Mi szól a Bibliából? Nem akarunk az ítélő Istenről hallani, pedig az ítéletben benne van az Isten szeretete. Meg akarlak menteni a kárhozattól. Nem akarom, hogy elvesz. És ez fáj. Nem tudom, egy fuldokló ember a vízben megharagudna a megmentőjére, aki megfogja a haját és kihúzza a vízből, és egy marék haja kezébe akad. A fájdalmat emlegetnél neki, vagy hálás szívvel megköszönné, hogy megmentetted az életemet. Testvérek, amíg nem fogjuk megenni, megrágni az igét, ma olvastuk Cseri Kálmán áhítatos könyvébe, hogy egyé váljon bennünk, hogy kimunkálja, hogy energia, erő legyen belőle ellenállni mindannak, ami kísért, ami uralni akarja az életünket. Illés egy szem maga van a Kármel hegyén, ott van 850 ember, akik ugrálnak, kiáltanak, harsognak, vagdalják magukat, kicsordul a vérig, és az Istenük a Baál hallgat, mert néma. Ezekkel van nagyon sok templomkert körberakva. Bálványokkal. A bálványok némák, ők nem tesznek megjegyzést, őtőlük nem kapunk tiltást, ezért őrzik az emberek az erekéket. Ezért vannak feszületek, festmények, szenteknek a képei a szobába, hogy jelképezzék az emberek azt, ha valaki belép, hogy itt egy vallásos család lakik. De miben áll a vallástétel? Nem az élő Istenbe van a vallomás, hanem azt, hogy nem vagyok istentelen, noha Isten nélkül élek, mert éppen ezek az erekék kizárják az Istent. Ezek nem tesznek megjegyzést, nem kapunk tiltást, nem kapunk feddést. Az Isten meg tilt, meg fedd, miért? Mert szeret. És ezek mindig a nyomorúság idején derülnek ki, hogy a piros cérnám, meg a vérnyomás csökkentő, ami fel van kapcsolva a kezemre, mégis felszökik 180-ra. A horoszkóp nem adja meg az ígért üzenetet, nem teljesedik be. Kellene valami segítség, mert a bálványaim hallgatnak meg némák. És ezt leplezi le Illés próféta a Kármel hegyén. Kérik a tüzet, de nem száll alá a tűz, mert a bálvány nem tud tüzet adni, de el tud küldeni az örök tűzre.
az imádságára illésnek tűzszál alá az égből. Megint egy jel, hogy a kétfelé sántikáló zsidó nép döntse el már egyszer végre valahára, hogy az az Isten, aki etette őket a pusztában a semmiből, aki a kősziklából vizet fakasztott, aki betakart a felhővel, éjszaka tűzoszoppal vezette, ez az Isten nem halt meg. Ennek az Istennek illene tiszteletet tenni. Ezelőtt az Isten előtt illene meghódolni. Ezt az Istent illene dicsőíteni. És amikor tűzszáll az égből, akkor azt mondja a zsidó nép, ő az Isten. Micsoda nagy vallomás, mert eddig nem ő volt, a pusztában ki volt, a vörös tenger medrében ki volt az Isten, a Jézabel bálványai, nem, az élő Isten. És Illésre volt egy szimpatikus személy. Jézabel halálra kereste, Illés imádságára bezárult az ég. Az életünk minden nyomorúsága abból származik, hogy be van zárva az ég, hogy nincs élő közösség és kapcsolat az Istennel. A krízis nem az áram meg a gáz által következik be. A gázt meg az áramot az Isten adott eszet, hogy feltalálják, a gázhoz, hogy kibányásszák, a gázt az Isten rejtette el a föld gyomrába, az energiahordozók a föld gyomrába vannak, azt az Isten készítette el nekünk, csak az a baj, hogy be van zárva az ég. Be van zárva az ég, nincs lelki eső, mert imádkozók kellenének. És a bálványokat ki kellene takarítani, azokat, amelyekkel a legtöbb időt töltjük nap mint nap. Ezeket fel kellene számolni, és kitakarítani, és elkezdeni imádkozni ahhoz az Istenhez, aki a templomban várja az imádkozókat, az Isten templomában. Erre azt szokták mondani a jó templomos emberek, hogy a ház nem templom. Nem is a háznak kell templomnak lenni, ha az embernek kell a Szentlélek templomává válni, amellyel dicsőítjük életünkben, munkánkban, csendességünkben, viselkedésünkben az Istent. A testünk kellene, hogy a Szentlélek temploma legyen, és a ház is templom lesz. Amikor egy-egy zugában megtalálják a gyerekeink, meg az unokáink, az imádkozó szülőket, meg a nagyszülőket. Illés kérésére bezárult az ég. Ilyen jóba volt Illés az Istennel? Nem, az Isten volt jóba Illéssel, mert Illés szófogadó volt. És az Illés imádságára megjelent egy tenyérnyi felhő, aztán ez a felhő megnövekedett, és lett belőle zápor. 3,5 év múlva. Illésre volt egy kívánatos ember. Illést is halálra kereste Jézabel. Úgy segéljenek engem az Istenek, azt mondja Illésnek Jézabel. Az Istenek, neki több is volt, csak néma megtehetetlen. Illésnek meg egy volt, de az volt a világ teremtője. És ez az Isten cselekedett. Ez az Isten látta meg az ő népének a nyomorúságát, tehetetlenségét, és ez az Isten könyörült az imádkozó Illésen keresztül. Imádkozó Illéseket keres az Isten. És lehet, hogy sok minden változna a gyülekezetünkben is, meg a mezeink is megitatná Isten esővel, esővízzel, ha nem 3-4-en szédelegnénk át a gyülekezeti terembe imádkozni. Mert a többieknek nincs földjük Csongoron. A többieknek a haszúban zöldel a termésük. Majd megetetjük a jószággal a zöldet, csak termés nem lesz rajta. Imádkozókat keres az Isten, mert a múltban, a régi múltban is az imádkozókat tartotta számon.
nem a Baál prófétákat, azokra ítélet várt, és ki is mondták a halált. Az Isten népe pedig, akik élő kontaktusba, kapcsolatba vannak az Istennel, azokat Jézus Krisztusért az Isten meghallgatja. Azt mondja az ige, a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül való látják azoknak holttestét, és 3,5 nap azoknak holttestet nem engedik sírba tenni. A történelem folyamán ismétlődnek ezek az események, amely a Mózes és az Illés idejében megtörtént. A reformáció után, amikor bekövetkezett az ellenreformáció, akkor 1572-ben Franciaországban, Párizsban, Szent Bertalan éjszakáján 70 000 hugenottát mészároltak le, hogy bezáruljon az ég. Mert a hugen kaponál összegyűltek a reformációban, felébredtek, akik Bibliát kaptak a kezükben, mert Luthernek az volt a dolga, hogy lefordítsa a Bibliát német nyelvre, az ő népének az anyanyelvére, és azok az emberek, akik írástudók voltak, elkezdték olvasni először az Újszövetséget, élő hitre jutottak, és a hugen kaponál összegyűlve imádkoztak, az volt az ő templomuk. Mert a tömpi templom tele volt bálványképekkel, és oda nem akartak bemenni. És a római egyház kiadta a parancsot, a pápa parancsot adott, a király meghajolt, 4. Károly király meghajolt a parancs előtt, és 70 000 embert mészároltak le egy hét alatt. Embereket rángattak ki az ágyukból éjszaka, karddal, dárdával átdöfték, levágták, és a király a palota balkonjáról a vadászpuskájával lövődözte azokat, hozzásegítette a halálhoz, akik vonszolták magukat csúszva-mászva az utcán. Ez volt az egyháznak a nagy műve. Annak az egyháznak, amelynek be kellett volna mutatni a szabadítót. Csak az ő szabadítójuk mai napig keresztre van feszítve. Pedig Krisztus leszállt a keresztről. Megfeszítették az Isten igéjét. Beszéltek az Istenről, és ölték az Isten imádkozó népét. 3,5 nap. A Biblia, amikor egy napról beszél, egy évet jelent. 3,5 év múlva ezek a lemészárolt emberek, akiket eltemettek, életre kelt, nem ezek a holtak, hanem az Isten igéje. Mert a Bibliát elvették, összegyűjtötték, és mágiában a város közepén elégették. 3,5 év múlva új Biblia nyomtatás kezdődött. Mert az Isten parancsolt. Amikor megtörtént ez a kegyetlen mészárlás, ez a gyilkolás, akkor a pápa elküldte a francia királynak az aranyrózsát. Éjfélkor meghúzatták a harangokat, és ünnepi, hálaadó Isten tiszteletet tartottak. De kinek? A bálványoknak. Mert az Istennek nem. Testvérek, a történelem ismétli magát. A történelemben ma is mészárlás megy, de nem a vallásos népet bántják, nem a muszlim világot, hanem a kereszt és a kereszt gazdájának az imádatát. Mert a keresztnél megfordul az élet. A keresztet már le kell venni, el kell tüntetni, mert irritálja az embereket. Nekünk pedig a keresztről való beszéd megtartó ereje az Istennek. A világnak bolondság. Valakinek erekje, nekünk pedig az Isten megtartó ereje. Azt kérdezi az Isten, hogy leszek-e az imádója ennek a népnek. Közéjük tartozok-e, akik a templomban imádkoznak.
mert amikor egy-egy ilyen tragédia történik, akkor mindig vannak imádók, tisztelők, meg vannak örülők, mert a Biblia beszél örülőkről. A nép örült, hogy akik őt zaklatták az Isten igéjével, az ige megsemmisült, elégették, az Isten imádói meghaltak, megszabadultunk. Nagypénteken öröm volt, a csőcselék örült, a főpap és a társai, a cinkosai, akik keresztre küldték Jézust, talán ők is hálásak voltak, hogy megszabadultunk a tévtanítótól, akiről ír a Biblia, aki szerette a népet, meggyógyította a vakot, a sántát, a bénát, a poklost, feloldozta a paráznát, megszabadultunk tőle. Igen, nem csak harmadnap múlva feltámadott. Ennek meg örültek a tanítványok. Örültek a tanítványok. Az elmúlt században két ébredési hullám volt Kárpátalján. A második világháború után volt a betániai ébredés, ami Magyarországról jött át, Zimányi meg Horkaiék által, és Isten a nyomorúságban, a háború után adott, kinyitotta az eget, a bezárt eget, és adott egy ébredési hullámot. Aztán ez az ég bezárult 70 évre az ateizmusban. És a 90-es években újból nyitva van a menny, kinyílt a menny, és adott egy másik ébredési hullámot, és ezekre, az ébredésekre kell nekünk szeretettel emlékezni, hogy részünk lehetett benne. Ma délelőtt azért is hálát kellene adni az Istennek, hogy abban az időben születtünk és élünk, amikor ez a hullám elért bennünket. Amikor nem a sötét, bezárt ég alatt éltünk, eső nélkül, víz nélkül, ige nélkül. Amikor nem képeket csókoltattak velünk, mert nem üdvözítő a mi egy házunk, de szól az ige, szól az Isten szava. És aki komolyan veszi, annak kinyílik az ég. És élő közössége, kapcsolata lesz az Istennel. Az imádkozókat keresi az Isten, és ebben az ige részben igazolja Isten a heidelbergi kátingnak az 54. Kárté kérdésére a választ, hogy mit hiszel a közönséges keresztény egyházról. A válasz az így hangzik, hogy hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől annak végéig az igaz hit által, igéje és szent lelke által gyülekezetet épít, azt megtartja, és hiszem, hogy annak én is tagja vagyok, és az is maradok örökre. Így legyen. Amen. Magasztalunk és imádunk téged, kegyelmes Istenünk, azokért a gyertyatartókért, akikben a legsötétebb időszakokban is világított a te fényed. Szeretnénk ilyen fénysugarak lenni, szeretnénk világítani elsősorban a családban, házunk népe között, a gyülekezetben, a munkahelyen. Urunk, cselekedj irgalmasságot velünk. Áldunk téged azokért az elődökért, akiken keresztül elküldted a mi életünkhöz is az igazi fényt, Jézus Krisztust. Magasztalunk, Úr Jézus, hogy te a menny dicsőségéből, az örök fényből lejöttél a földön lévő sötét éjszakába, és beragyogtad mindazoknak az életét, akik ajtót nyitottak a te személyed előtt, akik megalázkodtak a te szavad előtt, és újjáteremtetted őket új életre, új fényben, új küldetésben. Áldunk mindazokért, Uram, akikkel szolgálhattunk téged. Imádkozunk azokért, Uram, akik elsodródtak és visszacsúsztak a mocsárba. Urunk, te azt ígéred, hogy aki segítségül hívja az Úrnak nevét, az megtartatik.
mi imádkozunk ezért az elsodródott emberekért, akik tüzet kaptak, fényt kaptak, és most úgy vegetálnak. Úgy eljárgódnak a templomban, csak hiányoznak az imádkozók közül. Némák maradtak. Valaki valami bezárta a szájukat. Mindenről tudnak beszélni, csak éppen az imádkozók között nem találjuk őket. Uram, könyörülj rajtuk, és szaporítsd a te népedet, a gyülekezetet az imádkozókkal, akik meghódolnak előtted, akik készülünk a nagy nyomorúságra, hogy megmaradjunk a szárazságban is, hogy legyen mélyre ereszted gyökerünk, hogy felvegyük azt a kellő nedvességet, azt az igei tudást, amit majd Biblia nélkül tudunk idézni fejből, mert beírtad a szívünk táblájára. Uram, készítsd a te népedet erre a megpróbáltatásra, amikor megméred a te népedet a mérlegen, hogy hiával ne találtassunk. Itt szeretnénk könyörögni elsőért, Uram. A vihar elvonult, légy érte áldott, hogy nem hagyott kárt maga után. De könyörgünk, Uram, hogy fordítsd vissza a fellegeket, mert a te parancsolatodra ők vissza kell, hogy jöjjenek. És szeretnénk az illés hitével könyörögni, hogy növeld a tenyérnyi felhőt, és nyisd meg az ég csatornáit a földjeinkre. Így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg most a csendben elmondott könyörgésünket is. Magasztalunk azért, Urunk, hogy az Úr Jézus drága nevéért, ami kedves előtted és hasznos számunkra, megadod a kérésünket. Légy érte áldott. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Maga pedig a békességnek Istene szentelje meg titeket egészen, és a ti egész valótok, úgy lelketek, mint testetek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus napjára. Hű az, aki elhívott, és ő meg is cselekszi ezt. Amen.